Szevasztok, sziukacok, Erik vagyok, sziasztok! Ez egy ilyen videó lenne, hogy mi maradt a gyerekkorodból. Ha nézzük meg, gyerekek! Még előtte várjuk. Szevasztok, skacok, a feliratkozás ingyen van, és a lájkok is ingyen van, mindenkinek volt gyerekkora, az egyénből egyi maradt meg. Ez a Tetrixem volt, lássátok, gyerekek. Ez volt a tekt. Hát, kinek milyen volt, nekem ez maradt, ez ilyen piros. Nem tudom, van ilyen tank rajta, paintball. Ez a kígyós. Ez ilyen, lássátok, ilyen pixelekből áll az egész. Nem egy nagy szám, lássátok. Meg csomó rajz maradt meg nekem, rengeteg, de majd azt is fogom mindjárt mutatni. Meg Dragon Ball-os kártyák, abból is maradt rengeteg, meg... De majd mindjárt fogjátok látni. Itt kilódok szerintem a tankokkal. A háttérben 24 megy, lássátok. Fasz a kis játékban. Az intróját lássátok. A mikrofont odaraktam, hogy a Tetrixnek a hangját hallani lehessen. Lássátok, nyomkodom. 24. The game. Működik a Tetrix, amúgy semmi baj, lássátok. Fasz amúgy. Akinek mi maradt a gyermekkorában? Nekem Tetrix, pár rajz, meg Dragon Ball-os kártyák. Olyan sok minden nem maradt. Az autóssal fogok szerintem játszani egy picit ezután, azt utána mutatom a Dragon Ball-os kártyákat, gyerekek. Azt ennyi. Magyar feliratos a játék amúgy. 24, lássátok. Lehet fogom vele tolni. Szerintem valakinek ezek már meg sincsenek, szerintem mi volt gyerekkorában, gyerekek. Értitek? Sok ember azt se tudja már, mi volt gyerekként, szerintem. Kurva szal volt nyomkodni így a kamera elé, betettem a Tetrixt. A kamera elé, kamera alá. Értitek? Beraktam alá a Tetrixet, azt alig láttam valamit, a monitorról néztem, az egyik kezem így volt, a jobb bal, úgy a másik fejem meg ott volt a monitor előtt. Ezt úgy nyomkodtam. Most ezzel nyomkodom, másik. Lássátok, nehéz amúgy. Régen el sem engedtem a gyorsító gombot, azt úgy vittem, de olyan, mintha
hogy mondjam, nekik 5 FPS-sel futna a Tetrix, meg az ellen is gyenge szerintem. Baszki, azt akkor, amikor nyomod, alig látom valamit a kijelzőn. Ez igen, ez kemény. Menjünk szerintem a kártyára vagy a rajzokra. De magamtól nem látok semmit, már mindegy, megnézzük. Szerintem ez az utolsó már. Hát ez hogy mondjam, hány éves ez a Tetrix? A baszki. Mindjárt. Hát vagy 20 éves szerintem, simán van. Hát több szerintem, vagy 25 éves szerintem. Hát gyerekkoromban ez volt a Nintendo meg a PlayStation, gyerekek. Na itt mutatom a kártyákat, gyerekek. Ezek is vannak, vagy 25-26 évesek. Ezek 1998-ban vettem utána az első kártyát. Azt se tudja ki sokan, hogy mi az, hogy Dragon Ball-os kártya. Forintokért lehetett venni. Darabjára lehetett kapni ezeket. Ilyen trafikokban. Nem tudom, egy ilyen 60 darab körül van meg így kártyákban. Voltak ilyen játékkártyák is, lássátok. Azok is megmaradtak. Na ez az első rajzom, egy Ferrari, hát azért nem is lehetett más. Hogy nem rajzoltam rosszul? Szerintem mi most is menne. Lássátok, ez a Pokémon volt. Aztán nagyon nem szerettem azt a mesét, mert Dragon Ball-t kinyomta. Utána úgy emlékszek, a helyet jött be a Pokémon, vagy így már nem rémlik. A szuper csillagharcos, az első átváltozás a Gokunak. Még az é. Szerintem jó lett. Nagy hibát én nem látok a képen. Nem tudom. Bárkinek nem tetszik, nyugodtan. Hát most mit mondom. Hát ez nem tudom ki az valami. Szerintem valami 5. osztályból valami Toldi. Nem tudom mikor tanultuk. Szerintem az Toldi. Toldi Miklós. Ez kemény. Na ez komoly. Na, lássátok, a Marvel legnagyobb karaktere Hulk. Csak őt csíptem, senki mást. Se a vasember, se Thort, egyiket sem nagyon. Őt le is rajzoltam, lássátok. Szerintem ez is rendben van. És minden hallatszik. Ez kell. Ez Goku. A Dragon Ball-os rajzok lesznek a legtöbbek szerintem. A legstabilabb is. Szerintem mindegyiket jól lehoztam. Gyerekként és felnőttként szerintem variálnák rajtuk a textúrán vagy az árnyékolásokon. Sima ilyen 1D-s rajzok, értitek? A géppel rámennék, tudod, javítanék rajta szerintem. De jó, jó ez.
Március 15, szerintem a honfoglalás. Ez Goku. I'm giving you permission, Agent Almeida. But you had better be correct. Why did they have to kill him? Murder is not the solution. This is not the way to do it. We have a bomb squad on their way. They're following you in. I don't care what your orders are. I take full responsibility. Goku. Goku fiasson buhán. Egy Dragon Ball-os voltam régen, most nem szeretem se játékba, sem. Kinőttem szerintem. Ez is egy Pokémon volt, ne kérdezzétek mi volt. Ez a harmadik szintű csillagharcos, szuper. Ez is még az éve van szerintem. Lássatok, azért megrajzoltam, baszki. Egy ilyen rajzzal visszaemlékszek, azért volt egy-két óra hossza. Nem egy 5 perc. Kemény. Lássátok, azért oda van téve az árnyékolás. Rá voltam bolondulva az árnyékolásra régen. Csak grafitceruzával küldtem. Ja. Ezek kis Gokuék voltak, ez alatti meg a Namekon megtámadták Gokut. A Kit így tudtam megrajzolni. Ez nagyon nem tetszik, ez szar lett. Yoda se nagyon. Hát Charizard se nagyon. Hát elmegy. Még ott vannak a szakmunkás könyveim is, azt dobd el onnan. Az igen. Na jönnek a, jön a füzet. Lássátok? Sátámút, a pókemberek lennének. Ez egy motor, egy Honda. Ez nem tudom mi. Az se. Tini ninja-t látok. Ez a három szemű volt, nem tudom is így. Ezek már szerintem már még régebbi rajzok. Szerintem ezzel indultam. Látni is. De azért nem volt annyira szar, de jó se szerintem. I'm a federal agent, stop where you are. Mennyi lenne ez a videó, gyerekek, akinek tetszett? Már hallottátok az elején, mit kell csinálni, nem kell ezt állandóan elmondani. Mert már unom szerintem. Na, sziasztok! Na hello, hello. Na ennyi lenne ez a videó. Sziasztok, még egyszer.